mai beszélgető partnerem, Mark Richards, Bányai Géza vagyok, és írtam egy cikket már a te itteni tevékenységedről, ami az Aurora Klímakertnek a létesítése, és mint mondtad, te vagy ott a komposztmester, és hát nagyon sok izgalmas dolog kiderült, a cikkből is meg lehet tudni jó néhány dolgot, de mi annál sokkal többet beszélgettünk, és sokkal mélyebb irányba el tudtunk menni, mint amennyit a cikkbe bele lehetett foglalni. És azért hívtalak most el, hogy ezt kiegészítsük, kibővítsük azzal, hogy ami a klímakert mögött van tartalom, azt egy kicsit jobban meg lehessen érteni. Egy dolog, hogy van egy klímakert, ami meglátogatható, részt lehet venni a munkában, és egy más dolog, hogy mi az a szándék, gondolat vagy szellemiség, ami az egészet létre hívta. És ami például olyan apróságban is tetten érhető, mint amikor jöttél, és nem tudom, hogy mondhatom el, de egy magad sodort a cigarettát szívtál, és kérdeztem, hogy miért, és mondtad, hogy a füstszűrője annak van papírból, mert a gyári az nincs papírból, és ezt nem lehet a komposztba beledobni. Ezt vissza lehet forgatni a természetbe, míg a legtöbb terméket, amit használunk, azt nem. Mi nem beledobjuk a csíkeket a komposztban, de ez a komposztálás fogalma van elég érdekes, egy széles jelentése, és vannak emberek, akik bejönnek kertbe, és mondják, hogy itt van a komposzt, bele akarok rakni a komposztba, és akarok hazavinni egy kis komposztot. És akkor az egész az egy kicsit a homályos átlagos embernek, hogy mit szabad belerakni. Hogy nem csak, hogy mit szabad belerakni, hogy mennyire fontos rész ez a komposztálás, a bomlás az egész létünknek, itt a bioszférának. Ha beledobom a műanyagcsiket az utcába, akkor belemegy a csatornába, és kimegy a Dunába, és ott marad sokáig. De ha ezt a papírcsiket beledobom a csatornába, vagy mondjuk beleesik a csatornába, akkor úgy, hogy szénből áll, megfogja egy csomó nitrogén alapú dolgot, és akkor kezd bomlani. És akkor nem lesz szemét belőle, hanem tápanyag lesz. Tápanyaggá válik. Igen. Ez minden természetes dologgal, ez így van. Tápanyaggá válik. És tovább folytatódik a rendszer körforgásról szól. Amikor tanultam erről, akkor nagyon sokat kellett tanulni, de ahogy tanultam, akkor egyre jobban látom, hogy mennyire össze van kötve, és mennyire fontos ez, és mennyire nem igazán értjünk ezt a dolgot. Engedd meg a hallgatóinkat. Ő ugye Mark Richards a neved, és így meg kell, hogy magyarázzad, hogy miért vagy itt? Miért vagyok itt? Ezt minden évben változik a magyarázat. Itt vagyok, én nagyon szerettem a Budapestet, szerintem az egyik legélhetőbb város. 33 évvel ezelőtt jöttem, 92, 90-ben jöttem szeptemberben, utaztam körbe, Gyulába meg egy pár helyen, és aztán visszakerültem Budapestre, ahol találtam munkát, és akkor hirtelen tanárbácsi lettem, és látom, hogy hosszabbítani tudok a szabadságomat egy pár hónapig, lehet, hogy egy fél évig. Stoppal jöttem Angliából, és aztán... Akkor hány éves voltál? 25. És aztán itt ragadtam, és mindig érdekesebb volt itt lenni, mint hazamenni a nyáron. Nagyon jó találkozni a szüleimmel, családommal, a barátaimmal ott, de valahogyan otthonnak érzem magam most, ilyen sok idő után, mint félig kívülálló egy társadalomban. Az, hogy te Kelet-Európába jöttél, annak volt-e... Nem is Kelet-Európa, és nem is vagy Kelet-Európai, de hogy volt-e annak, de Amerikában nézve mi Kelet-Európa vagyunk, ugye? Ja. Ja. Hogy a te családod az valójában Európából származik, alapvetően lengyel. Igen, igen, lengyelek nagyjából mind, ahogy tudjunk, a Dél-Lengyelországról származik az egész család, és a végén volt egy Anna Tarkovszka nevű ükmamám a mostani Ukrajnában, de akkoriban Oroszország volt. Családi mese az, hogy egyszer sétált Chicagóban, és hirtelen kiderült, hogy folyékonyan beszélt az ukránna hentessel. Ja, érdekelt Európa valahogyan, és próbáltam az első évben menni Lengyelországba, hát ha ott érdekesebb lenne nekem, de
Nem tudom. Egy kicsit túl vallásos a helyzet ott nekem, ami nem nagyon tetszett, és itt már alakult egy baráti kör, nagyon jó fejek, és ja, nagyon sokat segítették, és akkor azt hittem, hogy itt maradok. Még egy kicsit. Szóval mindig megyek haza, és jövök vissza, és új szemmel láttam, hogy mennyire változott a város az évek során. Nagyon érdekes itt lenni. Csak szeretem Budapesten lenni. Uh-huh. Egyébként is városi ember vagy? Nem, én egy vidéki csávó vagyok. Tehát akkor itt meg újra megtaláltad a vidékiségnek a lehetőségét, mert végülis ez a város azért nem a kertekről híres, meg a komposztálásról. Közösségi kertben voltam, a Leonardo da Vinci kertben voltam egy ideig, és aztán átmentem a Kis-Tiófa utcába, és kezdett érdekelni a zöld dolgokat, megint hiányozni. Szóval mindig, amikor hazamegyek, akkor tök vad természet van. És nagyon nyugtató, és nagyon, nagyon szép. Mármint Amerikában. Amerikában, az hol van? Maryland állam. Uh-huh. De tengerparton. Uh-huh. Született a lányom, és ez a klímakérdés nagyon bosszantó volt, hogy mondják, hogy mennyire veszélyes, mennyire fontos most kezdeni, és muszáj valamit csinálni, és én meg klikkeltem az interneten egész nap, és nem éreztem, hogy valami történik. Feliratkoztam egy permakultúra kurzusba, aztán a életfa permakultúrával csinálták itt egy kurzus, és nagyon jó csapat, és nagyon sokat tanultam. A és permakultúra az más néven hogyan mondanád? Ez egy bizonyos mozgalom, ami Ausztráliából számozik, egy permakultúra nevű könyvből az elvek le van írva, és ez egy etikai hozzáállás a természethez, amikor az ember tervez kerteket, vagy a természettel kapcsolatos dolgok. Nagyon széles, nagyon érdekes ez az egész rendszer, és nagyon sokat tanultam tőle. De az volt a fura, hogy nagyon sokan a csoportban álmodták, hogy mindjárt fogok elköltözni vidékre, és egy ház, hogy ekkofaluba élni, meg mindent, és akkor ott lesz az igazi élet, és kezdtem gondolkodni, ki lesz itt? Én szeretem a városban élni, ez jó, de élhető lesz a város 5 év múlva, vagy nem, és mit kell csinálni? És azért kezdtem a közösségi kertekben foglalkozni a komposzttal, és ahogy olvastam a komposztról, akkor látom, hogy egy csomó problémát megold egyszerre. És nem csak a városnak, meg a természetnek, hanem nekem is, hogy kimegyek, és csinálok valamit a hulladékommal, és abból nőnek a növények, és ez kézzel fogható haladás. És attól nagyon lenyugodtam. Lehet írni, lehet posztolni, lehet kimenni az utcára, kiabálni, azok nagyon jó dolgok. Én nem vagyok annyira ez a fajta ember, de akarok részt venni a javításban, és így vállaltam a komposztálás óta a klímakertben. Akkor egy ilyen, akartunk valami közösségi kertet csinálni. Aztán rájöttünk, hogy... Ez volt a Aurora utca és a Bérkocsis utca sarkán. Igen. Ami az Aurorának egy ilyen üres telke volt, amin autók parkíroztak. Ez egy parkoló volt. Parkolóban csinálták sörkertet, és az előző önkormányzat lezárta, és aztán ott állt. Múlva volt mindenhol, csak lehetett parkolni ott. És akkor nekünk ki kellett szedni ezt a parkoló szerkezetet, hogy tudjunk... Mármint a földet kicserélni? Vissza kell húzni a múlvát, és alatta van egy 15 centis préselt kőporréteg, amin át semmi nem nő, és akkor ezt kell kikaparni. Ami egy ilyen alapozás volt a múlvának. És aztán ott alatta van a tömelékes föld. Szerintem tömelék volt ott, egy házat ledózolózták, és aztán töltötték
homokkal. Tehát eleve nem volt egy jó föld ott. Nem. És kaptunk egy kis támogatást, nyertünk egy pályázatot, a Lidl pályázatot, és akkor összedobtunk egy kis pénzt is, és vettünk 2x5 kőméter földet. Csináltunk lyukat, betöltöttünk a komposzttal, kevert földdel, az Aurórában azok művészek, fiatalok, senkinek nincs autója, szóval ott van egy határ, hogy hány zsák avart lehet vinni, ha egy bicikli hátán. Szóval. Mert ezt így próbáltátok elhozni a földet? A földet nem, de a Food Not Bombs csoport. The Food Not Bombs. Igen. Ők kaját osztanak minden hétvégén, és nekik van egy bicikli utánfutó. És néha nem azon a napon, de másnapon tudjunk használni, hogy amikor valahol a városban látjunk levélzsákokat halmozva, és akkor kimegyünk, töltsünk föl az utánfutót, és behozunk a sok avart. Amikor már csak elégetnének, vagy valahol elviszik? Nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés, mert biztos, hogy annyi komposztot nem raknak vissza a fák alá. Szóval, amit elviszik. A fák. Hogy legyen ez az anyag ott, ahol leesett. Neki kell ez, és mi elviszünk tőlük, és akkor a kőforgás, és szépen kiszakítjunk, és fizetünk, hogy ha elviszik az égetőbe, és ha akarunk visszahozni, akkor el tudjunk kocsikázni valahova, és venni vissza. Az egész az elég homályos nekem, hogy a város az mit csinál a zöld hulladékkal, és a kerületek mit csinálnak az ő zöld hulladékkal, és kivel kéne beszélni például, ha nekünk kell avar, az egész éven át kell, és ha akarunk kérni avart, akkor kitől kérjünk, ha nem megyünk ki, és nagyából szedjünk föl az utcáról. Például nagyon hálások vagyunk, hogy ott van a második János Pál pápa tér, hogy sokszor mentünk oda, és akkor ott, és kértünk, hogy ezt elvihettünk, ezt a hulladékot, és mondták, főnökkel kell kérdezni, beszéljünk a főnökkel, a főnök azt mondja, hogy jó, akkor vigyétek. És visszünk egy pár zsákot, és akkor a fele zsák az tele van földdel. Amikor kihúzzák a úgynevezett gyomnövényeket, akkor gyökerestül kihúzzák ki, és tele van agyaggal, ami nálunk nincs. Nincsen anyag. Ez egy értékes dolog. És akkor 10 zsákot hozunk be, szitálunk ki a komposztálható dolgokat, és akkor a maradék a agyagot összekeverjünk kész komposzttal, és földdel, ami van, és visszarakjunk a földbe. Nyolc és fél óra. A Józsefváros Újság podcastja. Amikor ott jártam, és van nektek egy ilyen termokomposztotok, ami nagyon gyorsan működik, kivettél az aljából komposztot, ami hát olyan illatos volt, és olyan tapintású, mint a virágföld. Én azt mondtam, hogy ez egy föld, és azt mondtam, nem, az még nem föld. Az a ásványi földdel együtt válik, azt mondtad, hogy föld. De az iskában ezt nem nagyon tanuljuk, ez nem olyan nyilvánvaló. Még. Arra a ledózerolt rétegre is azt mondanánk, hogy föld. Well, az a rossz és a jó benne, hogy a föld az tényleg, ami van ott a földön. De van élő föld és halott föld. Van préselt kőpor, ami nem lesz föld. De nálunk, ahogyan mutattam ezzel a múlvadombbal, beleraktunk egy csomó komposztot a múlvába, növesztettünk füvet rajta, és összekötött, és akkor az már föld. És ez lebontotta azt a durva murvást? Nem. Összekötette. És akkor ott a fű gyökerek megtartja, mikor esik az eső, akkor csak 30 centi belemegy a víz, és a gyökerek
és a komposzt, és a szerkezet, ami benne van, elég érzékeny ez a szerkezet, mert elég... Talajszerkezet. Talajszerkezet, úgy, hogy múlvából van, de az is működik, mint föld. Azért nagyon sokan mondják, hogy ez a nagyon fontos a abbahagyni, a kapálás, meg a szántás, mert nem az anyag, ami benne van, nem, az nem a fontos. Szóval állítólag a föld az valamennyi százalék agyagból, ami nagyon pici részecske, és akkor nagyobb részecske, ez a iszop méretű részecske, és aztán a homok részecske fajtákból áll százalékokban. De bármi, amikor már szerkezet van, akkor az összes az össze tud állni, és lehet tök jó termőföld csinálni belőle. De ha elmegy a széntartalom belőle, nincsen élet, szétesik a szerkezet, nincsen takarás, akkor az eső és a gépek, vagy az emberek, aki rajta van, az tömörítik a földet, akkor nem lesz benne jó levegős, aerobikus bacik, az a jók, de hanem anaerob, a bacik, ami él. Adja a kettő közösség, az aerob. Aerob. Az, ami az oxigénnel, vagy a levegővel él. Levegőben és él. A másik, még levegő nélkül. Igen. És annak milyen negatív tulajdonsága van? Hát ők a vészhelyzetben javítanak a földet. Mindenhol van egy millió-csillió fajta bacik, és megvárnak, hogy változik a környezet, és amikor valami lejön, valami fadarab lejön a parkolóban, van ott egy baci, aki tud valamit csinálni vele. És akkor... Hát tulajdonképpen megeszik, nem? Megesznek, bontják, és kapnak energiát a bontásból. Igen, megeszik. Tehát ők dolgozzák fel élővé. Ők az élő dolog benne. És amikor ezt kikapálod, akkor ezt elpusztítod. Olyan bonyolult a környezet, el kéne képzelni, hogy ez egy ilyen egymilliós város, ami tele van égkarcolókkal, felhőkarcolókkal, és évente bontjunk le, és akkor várjunk, hogy nőjön vissza a kultúra. Rengeteg anyag van itt, de nincsen rend, nincsen struktúra, nagyon nehéz nekik élni ott, ahol az infrastruktúra, és szó szerint infrastruktúra nekik, hogy a gomba fonalakon működik, mint a közlekedési eszköz. A bacik mennek át a gombán, és akkor már mennek egy másik növényhoz, aki kell ez a fajta baci. A gomba fonalak nagyon-nagyon fontosak, és nagyon vékonyak, nagyon érzékenyek. De szóval az ember nem látja, úgy gondolja, hogy ott nincs semmi. Nagyon nehéz látni, amikor bontjunk a földet. Nem az anyag, ami benne van, hanem a szerkezet, ami megtartja és felhasználja folyamatosan. De amikor azt mondod, hogy szerkezet, akkor te egy élő inkább... Egy város. Tehát az egy szervezet. Szervezetek is vannak, de a bacik kibocsátanak egy ilyen ragasztószerű dolog, amivel meg tudja fogni a köves részecskén. És akkor ott kolóniákat csinálják, és akkor ha kőbe csinálják ezzel a ragasztóval, akkor lesznek ilyen levegős lyukok benne, és ott akkor meg tudják tartani sokáig a vizet, amit kell nekik. És amikor szálltjunk, amikor ásunk, akkor és forgatjunk, akkor ez plusz ez a szerves, a másik szerves szénfajta, a komposzt, azok levegőt kapnak. És a levegő plusz a széndioxidé válik. Folyamatosan. Amikor a földet megbolygatják, akkor széndioxid szabadul fel? Abszolút. És meg lehet mérni a szántóföldön minden évben. Meg lehet mérni, hogy hány százalék szerves szén van az év elején, aztán egész nyáron át dolgoznak a növények, hogy tömörítjek a földet szerves szénnel, és aztán meg lehet mérni, hogy hány százalék szerves szén van a szezon végén, és aztán forgatják, és az összes szerves szén visszamegy. És úgy annyira jól csinálják,
hogy felhasználják a meglévő szerves szén, ami benne van évek során, és akkor egyre szegényebb lesz a föld. Uh-huh. Szóval nem tudja összeállítani magát egy szezon alá. Például nálunk a klímakertben fókuszálunk nem az egyéves növényeken, hanem az évelő növényeken, mert él meg folyamatosan a szezonokon keresztül, és ott fotoszintetizál, abból származik egy csomó cukor, abból eteti a baktérium kolóniákat, és jön a tavasz, és már eleve élő a föld, és akkor bármilyen növény, ami berakjunk, az már kap egy csomó segéd. Uh-huh. Ezt nem lehet csinálni, ha a monokultúrában... De akkor ennek van egy pozitív következménye, az, hogy ettől egy ilyen dzsungeles valami alakul ki. Nem muszáj. Nem? Van egy srác, aki ezek a vadvirágokkal New York Cityben a régi emelt vonatpályán zöldesítették, mm-hmm. és akkor van egy srác, aki tud tervezni, milyen fajta vadnövényekkel virágzanak, mikor, mekkora magasok lesznek, és akkor az év során mindig valami szépség van, és uh-huh. akkor túl. Szóval tulajdonképpen az embernek a tervezési lehetőséget nem szűnik meg. Nem. Csak máshogy kell gondolkozzon. Az egész hozzáállás az uh-huh. fontos. Mert ha az ember nem tudja, hogy milyen állapotban van a föld, uh-huh. akkor hiába oda rakja a kedvenc fát. Igen, ez a fa ki tud bírni ezt a helyzetet néha, de nem tud egészségesen nőni. És miért akarunk, hogy így egyedül csinálja mindent egy fa a kertünkben? Mert nem engedjünk, hogy barátai legyenek, segítenek hűteni a földet, és gyártani egy kis tápanyagot neki. Mert a tápanyag, a komposzt az lehetőleges tápanyag. Nem tápanyag maga, de lehet csinálni tápanyagot belőle. És ha nincs ott, akkor nem lehet csinálni. De ha túl sok van ott, akkor elpárolgat vissza a természetes a szénkőforgásba. A föld az bele kell dolgozni a komposztot. Tehát szóval, hagyni kell, hogy egyesüljön. Hogy egyesüljön, igen. Uh-huh. Hogy összeálljon egy szerkezet. Gombák átmennek rajta, a bacik megesznek a forró rész, például a komposztban mindig vannak dolgok, ami meg nem komposztálva, de elég pici és nem látszik. És akkor oda megy egy baci, és akkor egyfajta baci, és befejezi a munkát. Vagy giliszták jönnek, és ők is segítenek. Ez egy annyira összetett világ, hogy senki nem tud igazán tervezni, csak hinni kell, hogy ők, ha kapnak a legjobb nyersanyagot, kapnak a legoptimálisabb mennyiség, mert nem lehet gyorsítani a természetet se, nincsen maximális valamit, hanem optimális, akkor a föld egyre jobb lesz. Nagyon akar jobb lenni. És akkor kikelnek magok, ami hasznos neki. Lehet, hogy mi nem értjünk, hogy miért hasznos, de ha már kikelt, akkor onnantól, hogy ez a fajta növény kikelt, attól tudjunk, hogy mi van a föld alá, hogy milyen állapotban van. De ez azt is jelenti, hogy akkor ti nem gyomláltok. Nem, egyáltalán gyomlálunk. Nem, mi metszünk a gyom növényt. Szóval visszavágjunk a magasabb részt, uh-huh. hogy a paradicsom az itt áll, de ott alul nő, és uh-huh. árnyékolja a földet sokkal jobban. Ott nem nő semmit. Uh-huh. Akkor nőjön. Uh-huh. Akkor fotoszintetizáljon. Ő is cukrot csinál, a gyom magad is cukrot csinál, és belerakja fölbe, és nagyon sokszor sokkal több komposztot, uh-huh. mulcsot gyárt. Uh-huh. És akkor a szezon végén van rengeteg mulcs, takarás a földre. Még ne felejtsünk el, hogy az erdőben, az ős erdőben van egy csomó icipici fa, aki nem kap napsütést. Most az érdekes, hogy az erdőben nincsenek gyomok, vagyis nincs olyan, hogy gyom. Az csak a szántóföldön van. Igen. Szóval van egy ok ennek, és és próbáltam szerintem, hogy beszéltünk erről, a baci alapú föld, ahol nincsen szerkezet, akkor csak a bacik szeretik ott lenni. A baci
gomba arányban lehet tudni, hogy mennyire egészséges a föld. Vannak számok, és meg lehet nézni, hogy a szántóföld az 1-3% szelves szén van a talajban mindig, és akkor a 4-5% van a szezon végén, aztán szántanak, és visszamegy a 2-re, vagy 1-re, és akkor így marad. Soha nem javul a föld a hagyományos, konvencionális monokultúrás ízével. Ha hagyunk nőni a gyomnövény, akkor ők bizonyos fontos szolgáltatásokat intézik el. Az ütifű az tömörítést bontja. A fehér lóhere az nitrogént köt a földbe. Csak el kéne gondolkodni tavasszal, hogy hol nőnek a pitypangok a parkban, és akkor látod pontosan, hogy merre kell indulni a sőkertre. Mert ott van az út, ahol az emberek sétáltak, és jöttek a pitypangok, és akkor próbálnak bontani ezt a tömörítést. Uh-huh. Szóval, ha vannak azok a növények, azok jelzők. Annyira fejlődött a tudomány az utolsó pár évtizeden, hogy DNS vizsgálatot lehet csinálni olcsón, földről lehet számolni, hogy hány baci van egy gram földben. Uh-huh. Szóval ez el... Szóval te tulajdonképpen te egy ilyen alter öko-bio embernek számítasz, de úgy gondolod, hogy a tudomány ebben a tengerben a segítsége lehet. Mert hisz ugyanez a tudomány támogatta eddig a monokultúrát, meg a génkezelt magokat, meg a mészántárt, és a stb. Igen, ilyen szempontból a tudomány az nagy, de én úgy gondolom, hogy van egy mai állapot, amiről kéne tudniunk mindenki, és akkor szóval hol tartjunk a tudományba, és tényleg a suliba kell magyarázni, hogy mi történik a földdel, amikor kapálnak a nénik, és akkor hogy miért kell valami takarás avar a fák körül, és hogy szóval itt a városban is az önkormányzatoknak, hogy van, igaz, hogy vannak fák, ami fölülről tök zöldnek néz ki, de ha nincsen a földben, ha egy dobozban van, akkor abszolút nullát csináltak, csak kínoznak egy fát a városban. Szóval, ha tényleg a klímaért akarnak dolgozni, akkor utána kell nézni, hogy lehet földbe kötni szenet. Akkor hogy néznek ki mondjuk egy fás utca, akkor... Ahogyan nézték ki 10 000 évvel ezelőtt, 100 000 évvel ezelőtt... De akkor nem voltak parkoló autók, házak. Hát én nem vagyok... Jó, oké, akkor nem vagyok biciklimban, nem vagyok autós parti, de... érted? De úgy értettem, hogy oké, ma ugye egy fa... az valóban eltűnik az aszfaltban. Ja, szóval az egyik legfontosabb dolog, hogy hűsíteni egy várost, az, hogy a talajban tartani vizet, komposzt vagy széntartalommal, de újra feltölteni a víz, ami a kőbe van a föld alá. Ez egy nagyon hosszú, dolmas, lassú folyamat, ami szóval muszáj, hogy legyen a földben víz, hogy ez át tud szivarogni a kutakba. És látszik, hogy az a csatornázás, hogy mit történt most a nyáron, hogy annyira szépen kicsatornáztunk az összes esővizet, ami rengeteg van, rengeteg esővíz jön itt Magyarországon, akkor is, ha aszály van, de már elküldtünk a Dunába, a Fekete-tengerbe. Ott sós víz lesz. A 18. században az egy tök jó ötlet volt, amikor nem volt vakcina malária ellen, meg nem tudom micsoda, de most már a legnagyobb probléma, hogy nem tartjunk meg a vizet fönt a hegyen. Ha vágjunk le a fát a hegy tetén, ott építjünk egy házat, akkor ez a víz az lefelé fog esni. És akkor persze, hogy a Margit hídnál a csőből jön egy gejszír,
Mert ott fönt a hegyen építették házakat, és a fák, az erdő nem tud megfogni ezt a vizet. Túl gyorsan jön le. Szóval ezek a folyamatokról kéne... Másként kéne gondolkodni. Igen, ez egy szemléletváltozás igazán. És ugyanúgy van a kertben, hogy ha az ember fókuszál egy növényen, akkor nem látja a rendszert. Mi, ha berakjunk egy növényt a földbe, akkor megvárjunk, hogy hogyan fog reagálni a rendszer. Hogy meg fog élni, akkor jól tudtunk, hogy mi van a föld alá, és tudjunk, hogy milyen barátok vannak a közelében. De ha nem tud élni ott, és valami más jön ki, ami elég gyakran történik meg, akkor tudjunk, hogy akkor még nem javítottunk a földet eleget, és ez a fajta növény az ide jön segíteni. Akkor vigyünk át, és akkor ott ültessünk azokat a fajták, hogy javítani tudnak hátul is. Vagy ez a titok, és ez az érték benne, hogy mi már tapasztalatot kaptunk. Ez most lesz az ötödik év. Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. Bár nagyon sok fiatal van ott, akik szerintem eléggé tudatosak, én majd találkoztam egy pár, csak beszélgettem, neki hozott valami kicsi komposztot, és hát mindegyik tudott egy kis előadást tartani, tehát nem látszott, hogy nagyon elmélyültek a kérdésben, de hát ez akár lehetne egy egyetemi kísérleti kert is ilyen alapon. Már kérdeztem egy csomó ismerőstől, hogy szóltam nekik, hogy ha bárki akar felmérni a biológiát a kertben, a biodiverzitást a kertben, akarnak megmérni a föld minőséget, a komposzt minőséget, hogy mutass valami nekünk, hogy tudjunk, hogy igazán mennyire sikerül ez a dolog. Na most ezen a területen neked hányféle növény nő már? Hát ez változik a szezontól, meg minden szerintem, ami azonosítottunk egy Excel táblában, az több mint 160 talán. De úgy, hogy ti nem ültettetek nagyon semmit. Ültetünk dolgokat, mi földjavító dolgok. De nem 160 növényt nem ültettetek? Nem. Vannak emberek, akik behozzák dolgokat, és ezeket az ajándékokat kaptunk, egy fügefát, amit beleszámolunk meg. Meg az egyik tag az ültetett egy almafát, az is benne van. Uh-huh. De van háromfajta alma, nem tudjunk milyen fajta. Kettő, ami jött ki a komposztból, és van egy kis üröm, van gyomnak az ütifű, a fekete pesterce, fekete nadagúja, szóval vannak különösen agresszív növényeket, amit használjunk, a csicsókák például. De ezek az úgynevezett gyomnövények, ezek ott. Tulajdonképpen ez egy bizonyítéka annak, hogy a természet az regenerálja magát. Mert ugye abból kell indulni, hogy itt egy parkoló volt, tehát azon egy fehér murva volt, ott ugye nem nőtt még fű se. Tehát abszolút semmi nem volt. Ez egy ilyen tanúkért, kéne mondani néha. De nekem annyira rémisztő volt ez, hogy egy kertet fogunk kezdeni, és körbevéve van bábám fa. Ja. Invazív dolog, és állalopát. Hogy olyan, mint a dió, hogy megöl mindent körülötte, nem lehet használni semmit, égetni de kell. De az nő itt az udvarokon általában. Nő mindenhol, az udvaron, most nő az ereszben, a szomszédház. Nő mindenhol. És azt mondták, hogy ha levágod, akkor vissza fog jönni, és soha nem fogsz kiírni, meg minden. És aztán láttam, hogy a parkolóban, amikor ott az első héten nagyon kellett valami növényeket. Nem volt semmi zöld. És láttam, hogy vannak ilyen gyom növényeket.
akkor ezeket megtartjunk. És az egyik azt hittem, hogy citromfű, de ez a fekte pesztet volt. Vagy, és teljesen, volt? És teljesen tévés volt. Ez, szerintem fekete pesztet az a neve. És, de kicsi volt, és élő volt, és akartunk megtartani. És akkor kihúztunk, akartunk nagyon szépen a földdel, a gyökerzónát nem sejteni, meg minden kihúzni, ez a pici 10 centis kis gyomnövényt. És kihúztunk egy gyökeret. És látom, hogy a gyökér az egészen visszamegy a bálványfára. És mondom, hogy de várjál, azt hittem, hogy a bálványfa az mérgező, és megöl minden körülötte. És csak itt, a parkoló közepén valamiért eteti ezt a növényt. És akkor az nagyon értékes ez a növény, de kiderül, hogy nem értékes, hanem értékes a bálványfa, mert a bálványfának, ő meg ebben a szukcesszióban, az a földjavítási szukcesszióban, ő az első fa, aki föltörje a talajt, és így csinálja, hogy amikor esik az eső, akkor felszív az összes vizet, és a száraz időn hát kiengedi. Na, ha gondoljunk róla, akkor bárki, aki lakik, akinek van gyökere a közelében, az kaphat egy kicsit ebből a vízből. És akkor ő meg túlélőként kezdtünk használni. A legnagyobb fák a kertben most még bálványfák. A epefa az mindjárt utoléri. Igen, utoléri, de bálványfák vannak mindenhol. És minden évben leesik ez a levelek, és semmi nincsen, semmi probléma. És nem szaporodtak el a bálványfák? Nem, de visszajönnek, levágjunk, és akkor újra hajt, és ha tetszik a hajtás, akkor jó. Ha árnyékolni tudja ezt a rohadt falat, ami nagyon meleg lesz a nyáron, akkor hagyjunk. És akkor az év végén levágjunk, visszavágjunk. Na most amikor kész. Mondjuk volt az egy bálványfa, és most van 160 különböző növény, akkor már a bálványfa is máshogy gondolkodik, gondolom. Igen. Mert akkor már az arányok már nem az ő javára dőlnek el. Igen, igen, láttunk, hogy gyengül a bálványfák, mert a körülötte nő egy csomó epefa. És az epefa ugyanazt csinálja, mint a bálványfa. Ő is felszívja az összes esőt, de ő már kaját termel nekünk. Már van róla eper egyébként? Igen, volt, tavaly volt a második. Az első évben a madárak ették meg az első, az egészet, mert túl magasan voltak, de a második év, szóval tavaly volt eper. Na most, ahol van ennyi növény, ott kell, hogy legyen több állat is. Uh-huh. Az abban mennyi fajta van? Mert gondolom, ahogy nem voltak növények, ugyan a parkolóban túl sok állat se volt. Most nagyjából, amikor már föld volt, és komposzt volt a földön, és giliszták voltak a komposztba, akkor beköltözött egy rigó család az első évben, és nagyon jó pár generációt neveltünk a rigókból. Szóval van ez a rigó család, ami a fönt lakik, a falamban nő ez a borostyán. Borostyánban van valami. És ők most is kapálnak ki, keresnek a giliszták a télen is. Ők meg beköltözték. Aztán meglátogatott egy csomó vörös kerti rozsdafalkúak. És a kerti rozsdafalkúaknak nem tetszett a hely túl sokat az első évben, mert az összes fa az egy szál hajtás volt. De most, hogy egy pár év után kaptunk oldalhajtást, akkor van hely, ahol tudnak vadászni, és kezdték vadászni a helyenyokat onnan, meg a többi a bogarakat, a komposzt körül is szoktak lenni. Én látom egy csomó, mi nem direkt etettünk madárt, vagy néha kirakjunk valamit, és azonnal eltűnik, de
de, de túl közel laknak a galambok, uh-huh. és akkor ők megenni. Ők nem akarját őket etetni. Nem akarunk uh-huh. etetni őket. És akkor, van a cinege, színcinege, meg a kék cinege is volt egyszer. Volt egy, nem örökszem, hanem ökösszem. Igen, egy kis ökösszem, egy párszor. Leesett a tavaly a kert közepén egy sallós fecske, és akkor meg kellett menteni. Elvittünk egy állatorvoshoz, és azt mondta, hogy elég fura, ha nem szokták kijönni az égből az egész nyáron át, nem, szóval csak repülnek, uh-huh. és ha leesett, akkor biztos, hogy dehidrált állapotban volt, vagy beteg, uh-huh. és akkor uh-huh. és nem fog tudni föl elrepülni, mielőtt jön egy macska, vagy valami, uh-huh. szóval ezt megmentettünk. Ilyen... De ő befészkált később? Nem. Uh-huh. Nálunk nem, bár jó lenne, ez, mert sokan vannak, nem tudom, hogy hol vannak a fészkek, uh-huh. de nyáron át láttunk a közti fölött, és uh-huh. fölöttünk mindig nagy uh-huh. rajokba. Uh-huh. De ezek a madarak meg is látogatják a kertet azért? Uh-huh. 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 És akkor még mik vannak? Mert akkor nyilván van egy csomó rovar. Uh-huh. Igen, egy csomó rovar, és ez volt az volt a csodálatos, hogy amikor kezdtem ott dolgozni, akkor kezdtem fotózni, és nincsen jó gépem, makrogépem, akkor fotóztam valamit zoommal, és ilyen kínai makroval, egy ilyen nagyító van az optika előtt, és akkor is ilyen pici volt, és akkor hazavittem, ez a kis fekete pöltyös, és néztem a gépen, nagyítottam, és ott láttam egy metál aranyszínű, kékszemű méh, ami azt hittem, hogy muslica. Uh-huh. És aztán rájöttem, hogy van egy egész dzsungel, amit csak nem látható, mert nem ismerem. És ahogy már kezdtem ismerni a fajtákat, utána nézni a fajtákat, akkor sokkal könnyebben lehet látni, hogy mi van ott. Akkor is, ha nem igazán jól látom, akkor tudom a mozgástól, vagy a méret, vagy a hangtól, vagy valamitől, már kezdtem érteni, hogy ja, nem tudom, hogy mi az. Uh-huh. És akkor... Sok ilyen rovarunk van már? Ja, van legalább 30 fajta méh, vadméh. Ritkán van házi méh, de nagyjából azok mind egyedülálló vadméhek. Azok a legveszélyeztetebb fajták. Uh-huh. Ők csinálják a legtöbb porozást itt a világon. Nem az iparnak, uh-huh. de az összes fának, meg az összes növénynek, a másik növényeknek uh-huh. ők csinálják. És ők kapnak a legtöbb permetezést, mert élnek azok a kis részeken az erdő és a mező közt, és ott annyira fél a farmer, a termelő az erdőtől, a vadtól, hogy dupla permetezik a szélén. Szóval ezek a pici fajta méheknek kell egy csomó fajta lakóhely, és próbáljunk adni egy kicsit piszkosan a kertben helyeket, ahol be tudnak mászni, be tudnak fúrni magukat. Akinek van egy kis kertje, vagy itt például nagyon sokan csánk, zöld udvar, zöld kert, és általában az igyekezet az, hogy valami szép növényeket elültessek, de néha tényleg nagyon szép fölfut és valami, de aztán máson ne legyen. Tehát nem lehet piszkos, idézőjelben mondva semmi, igen. hanem viszonylag... Rendetlen az nem lehet rendetlen, tehát félelmetes szó, hogy igen, rendes tehát ennek nagyon rendesnek kell lenni, de nem hagyják, hogy a dolgok úgy elburjánzonnak. Ja. De hát ha annyira gazdagok, de ha nem fognak javítani a földet, aha. és így fognak előállítani egy díszkertet, minden aha. évben drágább és drágább lesz. Aha. Nem fog nőni, a fák betegek lesznek, a növények meghalnak, de meg lehet venni többet.
Majd újra, újat fogunk venni majd, és ültetni valami majd, de nem fog összeállni, mint egy rendszer, hanem ez egy ilyen dísz gyűjtemény, ami elég drága fenntartani. Azt el tudod képzelni, hogy egy ilyen udvaron belül, tehát egy ilyen bérháznak, mert te is egy ilyesmiből laksz, nem? Uh-huh. Ilyen gangos házban laksz. Hogy annak az udvarán valamilyen hasonló természetes kertet létre lehet hozni? 13. kerületben van. Igen? Én olyan, igen. Mint a klímakert? Na, egy kicsit jobb, vagy egy kicsit más. Van egy srác, szerintem ő is, nem vagyok biztos, lehet, hogy ahogy ismerem őt a Kistilfa közösségekből, nagyon ügyes udvar csinált, ilyen alig van napfény, és mégis csak tele van, van ágyással, és egy ilyen lehet érezni, hogy a tér az él, és segít. Változtatni a könnyeket, vagy megvédeni a könnyeket. A kulcs fontosság az egészben az, hogy addig, amíg nem elhatározunk magunkat, hogy ez örökké legyen ott, olyan, mint ahogyan elhatározunk, hogy örökké fogunk kibocsátani a széndioxidot és a kocsiból, meg az olajiparból. Szóval ez örökké megy föl, és úgy is kell az eszköz, ami lehozza ezt a dolgot, és egyensúlyba rakja ezt a dolgot, az örökké kell beépíteni a földön is, a városban is. Egy olyan típusú dolog, mint a klímakárt, megköti a szenet, hűvösebben tartja a környéket, vizet megköti. Vizet megfog, hogy megtartja. Ne legyen a csal, megtartja, hogy hűvösebb tehát eleve miatt nem nagyon kell a végén öntözni egy idő után. Abszolút nem. Reméljük. És hogy ezt a dolgot egy ponton bölcsen hagyni kell, hogy működjön. Nem kell tőle mindig valami újabb produkciót várni, hanem hagyni kell, hogy most már természetes egységében ez később működjön. Ja, hát vissza kell engedni a természetet a városban, visszaadni helyet. Már használtunk ezt a területet ingyen, és akkor most vissza kell adni, fizetni az adót. 10% területből kell oda visszaadni a természetnek, és ez meg tud védeni minket a klímaváltozás problémáktól valamennyire. És akkor az a baj, hogy magyaráztam, hogy nagyon sok projektben 5 év szerződés van, és az 5 év szerződés után jönnek a fejlesztők, és az összes szenet, amit kötötték ebbe a szép kertben, az oxidál, széndioxidé válik, tök természetesen, de 5 év munka megy föl a levegőbe. Ez a kulcs benne, hogy az a szén, az egy élő dolog, ami élni kell egy földben. És ez csak marad ott, amikor él ott a föld. Nem lehet. De ezen a ponton ez a dolog egy eléggé komoly vitává alakulhat, mert a pénz emberek és az ő akaratuk szembe fog szegülni azokkal, akik vissza akarják hozni a természetet, és egyelőre mondjuk a rendőrség az fog nekik segíteni, hogy kipakoljanak titeket, hogyha lejár a szerződés. Tehát nem maradhattok ott, hiába hivatkoztok a természetre. Igen, igen, abszolút. Tehát ha rossz is, az, hogy te már ezt tudod, az azt jelenti, hogy már máshogy meg lehet csinálni. Well, nálunk más hogyan csinálunk valamennyire, mert magántulajdonos ná vagyunk. Aha. És nem és az arrólások azt hiszem, hogy szeretik ott lenni, nem vagyok biztos, de ők tudnak, mert hogy bérel, arról is bérli. És akkor ez egy fontos dolog. Szóval akkor is, ha a projekt végén levágják az egészet, akkor legalább tudjunk, hogy van lehetőség egy városban a semmi pénzből és a szemétből építeni egy erdőt. Zöld infrastruktúra ingyen,
ami nagyon-nagyon fontos. Nem kell padokat tervezni, és aztán nem kell locsolni. Mert magától... És nem kell elvinni az avart sem elől. Nem kell elvinni az avart, azt biztos, hogy erre várjunk, hogy a fák elég nagyok, hogy a saját avarból tudnak élni, hogy nem kell komposztot. Sőt, azt láttam most, hogy a klímakertbe, ti már eleve olyan sok ilyen avart, száraz avart beültetek, hogy már a föl nem tört részeken is, tehát ami még az a megmaradt, az a tömörített murvás de már a fölött van egy ilyen, mint az erdőben egy ilyen avarréteg, és az kezd egy olyan erdei talajszerűségé alakulni, tehát azon nagyon jól lehet járni, annak már, azban már van víz, tehát annak ellenére, hogy az messze van a tökéletestől. Az is a szemétből, hogy van egy srác, aki hoz nekünk a apított fát, mert közelebb vagyunk, mint az égető. Aha. És ha az égetőhoz viszi ezt a 7 körméter fát, aprított fát, akkor fizetni kell kilóra, hogy égessenek. És ezek a fák, ha ilyen friss fák, akkor 50-70% víz. És akkor fizetni kell benzinköltség, emberek időt kivinni az égetőbe, hogy vizet tudjunk égetni. Amikor ez a szerves szén, ez a nagyon-nagyon egészséges, fontos tápanyag, dús szerves szén, le lehet rakni, és imádni fog a Föld. Nagyon sok funkciót fog. És ez ugyanolyan, mint a lehullott gaj. Abszolút. Lehullott gaj, és a nagyobb fák azok, minden növénynek van a saját biomja, saját fajta bacik és gombák, ami megeszi, és ők nem teljesen, de ők etetnek. Szóval a földben a biodiverzitás az is fontos. Nem? Ez olyan, ez körülbelül, mint hogy minden emberben van egy csomó biom, tehát ez a baktérium tenyészet, ami általában legalább 2 kilogramnyi, ami a szervezetünkben van, és sok ezer fajta, vagy ki tudja hány fajta. Szerintem sokkal több. Igen, szerintem több, ha jól tudom, akkor több baktérium DNS van az emberi testben, mint emberi DNS. Azon csodálkoztam egyszer, hogy olvastam, hogy minden növény, minden magban az anya virág az belerakja egy oltást abból a fajta bacik, amiből él, ami kell, a magnézium keresők, egyfajta, a kálcium keresők, egyfajta, a vas keresők, egyfajta, és akkor oltva vannak a magok. És amikor a mag belemegy a földbe, akkor kezd élni egy biológia a kolónia körülötte, és abból tud enni. És mi sterilizáljunk ezeket a magokat, hát ha lesz valami gomba vagy beteg rajta. És akkor hogy tud élni egy baba, egy kis baby mag immunrendszer nélkül egy pusztában? Szóval ez ilyen elég torz ötlet, hogy mit hoztunk ki a tudományból, hogy ez nagyon jó. És szerintem ez az egész az onnan származik, hogy nagyon félünk a természettől most már, és akkor inkább öljünk meg 100 000 fajta bacik, mintha engedjünk be a közelében egy. Szóval ez és ugyanaz a méhekkel. Ugyanazok az összes patogéna, hogy öljünk meg minden madár, csak ne legyen az a madár, az én kukoricahez közel, érted? És ez egy tök természetes dolog, félelem, de gondolom, hogy 21. században vagyunk már. Kezdhetünk egy kicsit nyugodtan reagálni, egy kicsit átgondolni. Benned van egy ilyen remény vagy bizalom, hogy ez
tovább fog terjedni, tehát ez a fajta gondolkodás erősebbé fog válni? Nagyon sokfajta gondolkodás erősebbé válik most. A legfontosabb az a praktikus dolgok. Én akarok érezni, hogy valami jót csináltam, akkor komposztálok. Forgatom a komposztot, lerakom a komposztot a földre, és nézem, hogy nőnek a növényt, és eszem ebből. És emiatt sokkal nyugodtabb vagyok. Én tudok mondani a lányomnak, hogy igen, csináltam valamit ezért, és tudok mondani az önkormányzatnak, hogy figyelj, én meg foglalkozom ezzel, én csinálom, amit akarsz, és nem, meg nincs kész. Aha. Nekem egy túlélő stratégia is.